Üzbegisztánt magyar állampolgár először a 19. század első felében járta be, a magyarság eredetét kutatva. Az orientalista utazót Vámbéri Árminnak hívták. Az ő általa leírt útvonal egy részét járta be nemrégen harmadmagával Gruber László. Kalandos élete volt, egy szegény családból származott, gyerekkorában még piócagyűjtéssel kereste a családnak a betevő falatot, majd utána elkerült 25 évesen Törökországba, ahol például török kávéházakban énekelt, egy pasa házi tanítója volt, majd azt követően jött az 1860-as évek elején a nagy útja, ami Közép-Ázsiába vezetett, Dervis ruhában Közép-Ázsián át című művében erről írt, illetve külön írt az ott meglátogatott városokról, területekről, és ez egy olyan időszak volt, amikor bizony nagyon kemény embernek kellett lenni, ha valaki oda betette a lábát, mert például Hívában, Üzbegisztánban az egyik legjelentősebb Selyemút állomáson, ha a gyanú felvetődött, hogy nem közéjük való valaki, akkor azt rögtön megölték, tehát nem volt kérdés. És hát Vámbéri Ármin dervis ruhába öltözve, tökéletes nyelv tehetséggel megáldva, több nyelvet beszélve, dervisként járta végig ezt a területet. Üzbegisztán hatalmas ország, közel ötször akkora a területe, mint Magyarországé, viszont csak háromszor annyian lakják, ezért a népsűrűség még a 35 fő per négyzetkilométert sem éri el. Vajon miért? Mert tele van sivatagokkal. Ugye a Kizilkum sivatag itt terpeszkedik, illetve az Amudarja folyó főként itt folyik keresztül, ami hát az Araltóba torkollik, illetve torkollana, ha eljutna odáig, hiszen az Araltóba már nem tudják elvezetni a vizét, ehelyett elöntözik, főleg gyapott földekre, részben rizsföldekre, és hihetetlen az a pazarlás, amit ott főként a 20. század 60-as évei óta tettek, ugyanis az Amudarja vizét nem csak hogy öntözésre használják, hanem azzal a szikesedett, a sósodott földet is átmossák, a talajt, hogy utána vetni tudjanak bele. Tehát, hogyha az eszetlen vízpocsékolásnak mintát szeretnénk, hát nem mondom, hogy állítani, vagy egy példáját szeretnénk említeni, akkor mindenképpen ezt mondanám. A zord természeti viszonyok ellenére Üzbegisztánba viszonylag sok magyar utazik, még magyar nagykövetség is működik az országban. Általában a Selyemút főbb állomásait tekintik meg, ami Híva, Szamarkand és Buhara. Csodálatos városok, az igaz, hogy jó részt a háborúk, illetve a földrengések Taskenttel együtt, a fővárossal együtt jó részt tönkretették, viszont Hívában megmaradtak eredeti épületek, a többi városban pedig újjáépítették. Ide általában eljutnak az odatévedő turisták, ahová kevesebben jutnak, az Araltó. Az Araltó döbbenetes, tehát az 1960-as évektől a 2000-es évek elejéig, tehát nem is mostani adatot mondok, mert ez is döbbenetes, háromnegyed részét elvesztette a tó, a területének, a vizének pedig a 90%-át. Először két medencére, most pedig már három nagyobb és több kisebb medencére osztódott föl, és hát folyamatosan csökken a vízszintje, és nő a sókoncentráció, ami nem túl sok jóhoz vezet. Az Araltó partján elterülő Kizilkum egy egészen különleges és szokatlan sivatagi vidék. Órész cserjék nőtték be, a tamariszkusz, a szakszaul, érdekes állatvilággal, gyíkokkal, kígyókkal, szakszaul szajkóval és társaikkal, és elég ritkán található benne, legalábbis az általunk meglátogatott területen szabadon mozgó homokdűne, úgyhogy ezt tényleg úgy kellett keresni. Bár a táj első pillantásra nem a szokványos sivatagok képét mutatja, az időjárás viszont annál inkább. Még éjszaka is perzselő volt a forróság. A nappali hőmérséklet 50-55 fok volt, árnyékban hangsúlyozom, és ez a forró szél ez megviselte a szervezetünket, kiszárította, és hát ugye a klasszikus tankönyvekben mi földrajztanárok leírjuk, hogy milyen szép, milyen jó, hogy nappal meleg van, éjszaka pedig hogy le tud hűlni a sivatag. Igen, nálunk is lehűlt a sivatagi levegő, éjszaka rendszeresen már csak 40 Celsius fokos szél fújt, és hát azért a sátorban meg a jurtákban ez nem mindig volt a legkellemesebb. Az érdekes tájakhoz időnként érdekes történetek is kapcsolódnak, ezekből sem volt hiánya a bonyhádi utazónak. Olyan kiváló volt a kinti túravezetőnk, hogy néha nem találta meg az adott helyeket, ahová el kellett volna jutni. Izgalmas volt a sivatagban is össze-vissza bóklászni és a helyiektől kérdezni, hogy na akkor most merre menjünk tovább. De olyan is előfordult például az egyik város közelében, hogy egy uránbánya területére betévedtünk, ahol a nyitott platón szállított uránérces teherautó megállt és azzal
beszélgettünk 5-10 percig, hogy merre kéne tovább menni, illetve hát az egyik legkalandosabb dolog pedig az volt, amikor Buharában ültünk egy teraszon, vacsoráztunk, és egyszer csak a szomszédos Kazahsztánból, Bajkonurból kilőtt műholdat láttunk, tehát egy műhold, hát nem kilövést, inkább így mondom, hogy fellövést láttunk. Üzbegisztánról az emberjogi szervezetek leginkább mint diktatórikus politikai berendezkedésű államról szoktak beszámolni. Az országot 2016-ig vezető elnök köré igazi személyi kultusz is épült. A helyiek ennek ellenére kifejezetten barátságosan viselkedtek. Érdekes módon egy diktatúrában gyakran nagyobb biztonságban érezheti magát az ember, mint mondjuk így egy demokráciában, ami talán kicsit ellentmondásos. Az üzbeg emberek barátságosak, barátkozóak is, közvetlenek, rendszeresen odajöttek, hogy fotózkodjunk, beszélgettünk, hogy tetszik az országuk, stb. Viszont azért, amikor velünk jöttek sofőrök, abból az egyik biztos, hogy beépített ember volt, hát most már talán nem KGB-nek nevezzük meg, az üzbégeknél is működik ez a titkosszolgálat, műholdas telefon ott volt nála, lehet, hogy a földön, a sivatagban aludt, de hát ő volt az, aki, fogalmazunk így, a jelentéseket adhatta, hogy mi semmi rosszat nem akarunk. A bonyhádi utazók a nagykövetség épületébe is ellátogattak, ahol egy emléktáblát hagytak Almási György és Vámbéri Ármin nevével.